inkább csináltuk, jó? Figyelj csak, ha megvan a 10, akkor mehet alkalra. A strandröplabda olimpiai sportág, ahol két csapat játssza a játékot. A különbség csak annyi, hogy nem teremben, hanem homokon. Dél-Kaliforniában és Hawaiin kezdték el játszani, és már a szerte a világon nagy népszerűségnek örvend, olyannyira, hogy 1996-ban már a nyári olimpiai játékokon is szerepelt. A vitásport és szabadidő egyesület 2011-ben alakult, eredetileg Tolnán, és eredetileg röplabdával, strandröplabdával, szabadidős rendezvények szervezésével foglalkoztunk. Aztán az évek során az egyesület egyre nagyobb lett, több szakosztály létesült az egyesület keretein belül, és tulajdonképpen már évek óta jó kapcsolatot ápoltunk a szekszárdi stranddal, itt bonyolítottuk le a strandröplabda rendezvényeinket, az amatőr strandröplabda tornákat, amik egyre nagyobb népszerűségnek örvendtek. A Vitálsport Egyesület 2011-ben alakult, azóta tartanak amatőr strandröplabda versenyeket. Minden nyáron 3-4 versenyt hirdettek meg, amiket kezdetben Faddomboriban bonyolítottak le. Mivel már ezeken a megmérettetéseken is sok fiatal játékos bontogatta a szárnyait, így jutottak arra az elhatározásra a szekszárdi sportközponttal karöltve, hogy egy együttműködési megállapodás keretében nem csak az amatőr versenyeket rendezik meg a szekszárdi családbarát strand és élményfürdő homokos pályáján, hanem elindítanak egy utánpótlás képzést is a gyerekeknek. Ez jelenleg strandröplabda képzés, ami a Magyar Röplabda Szövetség berkein belül folyik az egyesület vezetésével, és 2021. júniusában elkezdtük az edzéseket. Jelenleg két edző dolgozik a gyerekekkel. Bausz Ádám és Tóth Gábor szeptember végéig még a strandröplabda pályán, de utána az időjárási körülmények miatt bevonulnak a szekszárdi általános iskola torna termébe, mondta el Herczig Gábor. Mindenki lelkes, még nem igazán tudják, hogy mi a különbség az edzés meg a játék között, de majd később majd rájönnek, főleg a teremben, amikor bemegyünk. Heti kétszer, két óra edzésen vesznek részt a gyerekek, ahol a bemelegítést követően a technikai képzésre fektetik a hangsúlyt, hogy a későbbiekben magabiztosan tudjanak helytállni a pályán. Bár csak június óta folynak az edzések, már részt vettek versenyen is, itt Szekszárdon és Mohácson is, mondta el Tóth Gábor edző. Kelemen Ákos a kezdetek óta részt vesz a képzésben. Azt meséli, az anyukája látta a plakátot, ami ide csábította, és nem bánja, hogy igent mondott az anyai kérésre. Nagyon-nagyon jó egyébként. El vagyok, kijövünk ide nyáron egy párszor, hetente olyan egyszer-kétszer, időjárástól függ. Igazából nagyon meg vagyok elégedve és élvezem. A jelenlegi csapatokban 10-től 17 éves korig vannak gyerekek, van, aki a kezdetektől jár, de akad olyan ifjú játékos is, aki később csatlakozott a csapathoz. Augusztus fele óta járok nagyjából, elsőre is nagyon szimpatikusak voltak az edzők, de hát már a második alkalomnál is a csapat is befogadott, szóval igen, nagyon tetszik az egész. A strandröplabda utánpótlás csapat felkészítésének a célja nem utolsó sorban az is, hogy versenyeken tegyék próbára a gyerekek tudását. A Magyar Röplabda Szövetség szervei is hirdetik a megmérettetéseket, ahol a szekszárdi csapat szeretne majd eredményesen szerepelni.